Gyuri levelet kap. A béres házak a tanya déli sarkán állanak. A tanya négy szögben nagy udvart fog be, itt vannak a fontos és jelentékeny gazdasági épületek, a présházak, az istállók, gépszínek. A béres házak odább bújnak meg a züllött vág alatt. Nagy nyárfák rezegtetik a levelüket a náttetős házak felett, és ákácfák édes virága szórja rájuk a tavasz illatait. Itt nőtt fel Gyuri, itt lett belőle tüdővész és fiatalember, aki arra volt ítélve, hogy magányosan üldögélje és motoszkálja el az idejét 18 éves koráig. Sose bírta a testi munkát, mindjárt kidűlt, legfeljebb pásztorkodásra lehetett használni, de még arra se volt jó, mert könyvet szerzett, és azt olvasta, s a libák, vagy a malacok, vagy a bornyuk szabadon mászkáltak a tilosban. Mit olvasol te? Kiáltott rá a gazda. Gyuri elvörösödött, de megmutatta a könyvet. Az alkoholizmusról szólott. Antialkoholista munka volt. No, mi a véleményed a borról? Kérdezte a gazda. Ártalmas, felelt Gyuri, nagy mértékben élvezve, nagyon ártalmas a szervezetnek. Az anyád keserves lelke, az az ártalmas, hogy téged a világra hozott. A gazda körülnézett százhold a szőlőbirtokán, és elgondolta, hogy ha az egész világ úgy gondolkodnék, mint Gyuri, hát akkor kivághatta az egész szőlőt. Minek olvasott ilyen könyvet, ami arra tanít, hogy a bor ártalmas? Olyanokat olvasz nekem, hogy a bor hasznos! Ezzel zsebre dugta a könyvet, és elsétált. Gyuri lehajtotta a fejét, kezében egy vessző volt, azzal a sárga homokba rózsaszínű betűket rajzolt. Évi. Ez egy kicsit megvigasztalta. Ennek a névnek minden betűje olyan volt, mint egy-egy virág. Kezdődik egy kacskaringós, kedves gömbölyűséggel, az é betűvel, mint maga a kedves, szép asszony, csupa gömbölyű, ha az ember ránéz, folytatódik egy vével, ami csodálatos módon felfelé van fordítva, és még egy kemény í is belepirult, hogy még ő is benne van ebben a névben, mert ő nem egyéb, csak egy eldobott, felállított vesszőcske, egy szimpla í. Hogy a könyvét elveszítette, már semmi dolga nem volt. A betegségnek már olyan fokán állott, hogy semmi munkát nem adtak a kezébe. Ott ülhetett egész nap a napon, az ölfán és sütette magát, a homokról visszaverődő izzó levegőben. Mintha valami kemencébe lett volna betéve, érezte, ahogy sül és zsibbad a teste. Itt fog elégni a síró homokon. Jó sokáig ült magába, csak nézett a lába elé, apró füvek tengődtek a homokban. Milyen csodálatos, hogy ezek a füvek és gazok mindig itt élnek ezen a helyen. Isten tudja mióta, 50 éve, 100 éve, a nagyapja, meg annak az apja is ilyennek látta ezeket, és mégse bírnak gyarapodni. Ez a szőlő meg, amit idehoztak és beleültettek a homokba, olyan buján, dagadó levelekkel lobog a napra, mint a felhők az égen. Ő is itt született, itt nőtt fel, és olyan vékony, mint a szegény kutyatej. Íme, ha? Bezzeg Imre, a kocsis, meg a kocsis fia, erős, mint Toldi Miklós, vagy Kinizsi Pál. Tegnap is mázsás zsákokat kellett felrakni, és csak úgy fogta, s dobta fel a teherautókra mindegyik. Még a gazda rá is szólt, hogy meg ne szakítassa magát már. Imre egészséges fogakkal nevetett, és azt mondta, ha mi az neki. Persze Imre nem idevaló, úgy jöttek ide messziről, mint a szőlő. Itt csak hízik, és dagad, és erősödik. A tanya felől kiáltás hallatszott. Gyuri! Gyurika! Nem is nézett oda, csak megborzongott a gyönyörűségtől. Évi kiált, a fekete szőlőmunkás szőke felesége. A hangja úgy száll a levegőben, mint valami csengő szava, és benne úgy megrezeg a lélek, mint a kakukkfű a legkisebb szél suttogására. Gyurka! Gyurika! Felállott és elment a hang irányában. Fel se nézett, csak ment, lépegetett, mezít lába forró homokban. Nem nézett fel, mert édes volt a hang. Mert valami mégis megfájdult benne tőle. Mint a sírt volna az előbb ez a hang, mielőtt feléje bocsátották volna. Csak akkor emelte fel kék szemeit, mikor már ott állott az asszony előtt. De akkor úgy rácsodálkozott, mint álomban, ha félt, hogy felébredt, hát sietve csodálja tovább a tündéri álomképet. Hozz fát, Gyurka, nincs fa a tűzre. Gyuri utána ballagott az asszonynak, s úgy lépett, hogy a talpa pontosan belenyomakodjék,
az asszony könnyű lépésébe. A fa nem fa volt, csak akácfa rőzse, amit elébb fel kellett törnie. Hasogatta törte, még nem volt jó kiszáradva, nehezen törött, nehéz volt és belefáradt, le kellett ülnie. De inkább azon búsult, hogy a könyvét elvitte a gazda. Aztán kifújta magát, és őreszedte a fát. Olyan sokat felszedett a szúrós tüskés vesszőből, amennyi csak belefért a balkarja ívébe, és ment a ház felé. Évi kinevetett rá, de a szemes orkában csillogó gyöngyszem volt. Sírsz? Kérdezte tőle Gyuri. Hát dehogyis, nevetek, felelt az asszony. Gyuri letette a rőzsét, és megállott előtte, és komolyan nézett rá. Sírtál? Minek sírtam volna, mondta az asszony, és zokogásba tört ki. Gyuri lesújtva állott, s a síró asszonykát nézte, akinek az egész teste rázkódott. Folyton a melleit leste. A kis gömbölyiségek úgy rengtek, mint viharban az almák a faágon. Nem tudott másra gondolni, érezte, hogy most erősnek kell lennie, és meg kellene kérdezni, miért sír, és agyon kellene verni a fekete embert, a szőke asszony urát. De oly gyenge volt, nem akarta magát fárasztani. Megelégedett azzal, hogy az asszony kebleit nézte, és hagyta, hogy a vére zuborogjon és énekeljen. A házban két család lakott. Dariék laktak az első házban, Évék a hátulsóban, de Dariné nem volt itt. Hát csend volt a kis házban, és Gyuri odalépett Évihez, és csendesen rátette a kezét a vállára, a vékony réklire. Az asszony is jól tudta, hogy senki nincs a házban, ezért odaborult a fiúra, és átölelte, és tovább sírt. Aztán bementek a szobába, és Gyuri örömmel érezte, hogy Évi most nem olyan erős, mint máskor. Egész idő alatt behunyta a szemét, mert azt hitte, hogy ha látja az asszonyt, megvakul. Elveszti a szeme világát, ha erre a tüzességre még rá is néz. De mikor aztán felnyitotta a szemét, valami rettenetest látott. Az asszony vállán vastag, véres csíkok voltak. Már látta, hogy a fekete ember ütötte az asszonyt, valami erős és keménnyel verte, mert az egész válla, háta véres hurkákkal volt tele. Az asszony levetette a rékliét, meg is mutatta neki magát. Rettenetes volt, az egész teste össze volt verve, és csíkosan futott le a vér, mint a festék, ha kövéren rakják fel a deszkára. Gyuri egy darabig nézte, akkor szédülés jött rá, és elesett. Gyurikám! Gyurikám, sírt az asszony. Teherautón vitték be a kórházba. Mikor a népek körülállották a teherautót, ahol dunnába pakolva feküdt a fiatal fiú, a béres asszonyok összesúgtak. Az Évi tette tönkre, az Évi, mondta Dariné. Mindenki rábólintott. A tüdeje, szólott a kondás felesége. De hogy a tüdeje? Csúnya betegsége van az Évitől. Gyuri a kórházban tért magához. Ott eszmélt fel, hogy szép fehér ágyon fekszik, jó kemény ágyon, egy szál lepedővel van letakarva, a melegben, ugye, és az hozzásimul a beteg testéhez. Az arca égett, a feje szédült, imbolygott vele az ágy. Ápolónő jött, megigazította a feje alját, kemény ujjakkal meghúzta rajta a takarót, hőmérőt nyomott a hóna alá. Úgy bánt vele, mint egy darab fával. Ő csak gondolatban mondta, Évi, ha Évi ápolná, meggyógyulna. Így teltek a napok. Milyen orvos is jött, rápillantott, elment. Nem gyógyította meg. Aztán megjött a levél. Akkor éppen frissebb volt, és odaadták neki, hogy olvassa el. Kelt levelem, Gubacsit anyán, szerelmes jó Gyurikám, minden jót kívánok neked Istentől, bár ott lehetnék melletted, hogy szeresselek és meggyógyítsalak, de nem lehet. Itt nincs semmi újság, csak nekem üres a tanya, mintha a lelkemet vitték volna el, mikor téged elvittek. Igyekezz és bízzál a Jóistenbe, üdvözöl, Évi. Mikor meghalt, a levelet ott találták a mellén.